bátran mondjuk ki, hogy kevesen vagyunk, legalább ennyiben legyen bátorságunk. Nem vagyunk sokan. A demokratikus emberek fussunk csak végig. A százas nagyságrenden náci háborús bűnös katonatiszteket úgynevezett rehabilitáltak. Ez az esemény természetesen az antifasiszta harcban jeles személyiségek vonatkozásában tulajdonképpen már mindennapossá, úgy mondjam, megszokottá vált. Nemzeti jogvédő szervezet serénykedését a gyilkosok kimoslatása érdekében, hanem maga a szörnyű brutalitás, az egyértelmű gyilkos ösztön felszínre jutása és működése. Itt az idő, hirdette a kormányzásra készülő egyik politikai párt. Itt az idő, jelentem én, hogy felfedezzük és tudatosuljunk be. Új helyzet állt elő. A neo-humanista szemlélet talaján álló szélső jobb már nem tartja szégyelni, akarkatni valónak a maga rasszista, fasiszta irányadó nézeteit. Rálépünk a hétköznapi fasizmus beköszöntét megelőző utolsó stáció útjára. Labdák körül gomolygó gombolyag, gyermeksereg visong. Hogy lakik az Isten? 65 éve a házakban is megjelent. Te sok is egy kekszer. A náci Németországban így valósult meg a legitim, modern Taygetus. Számomra ezért nincsen párbeszéd a neonácikkal és az újfasisztákkal. Én reggelig tudnék is sztorizni, hogy milyen ma Magyarországon cigánynak lenni, elég a végén az utcán is mindenki megnéz. Egyrészt jó érzés eltöltem, másrészt tudom, hogy miért nézlek meg, ezek nagyon, nem annyira jó. Nekem félnem kelljen azért, amit képvisel. Betegek vagyunk mindannyian, testileg és lelkileg egyaránt. Ne féljünk tőlük, se most, se máskor. A fasizmus halott, és mi a második világháború óta is minden nap legyőzzük. Aki helyettünk, felettünk, majd szépen rendbe teszi a dolgokat. Hogy akkor mondhatnánk, lehetséges, hogy a szülészek nem tudták, hogy a kisdet fel kell készíteni az önálló élet. Különösen erős muníciót kaptak és kapnak a fasisztoid eszmék 2002 óta, mikor egy jelentős politikai erő képtelen volt úriemberhez méltóan viselni a vereségét, és azonnal a közbeszédbe emelte a durva, kirekesztő, másokat megalázó stílust, jutott a magyar demokrácia veszélybe, mert veszélyben van. Különösen 2002 óta egyre exponenciálisabban nőtt az egyre leplezetlenebb rasszista, antiszemita, homofób, kirekesztő, gyűlöletet szító eszmerendszerek térhódítása. Volt nyilas vezető, egy miniszter, későbbi miniszterelnök támogatásával a 298-as parcellát közpénzen új nyilas közhelyé alakította. 2001. Akkori igazságügyi miniszter ugye nem értett a focihoz. 2002. A vesztes politikai erő kisajátította a hazát, a haza nem lehet ellenségben. 2009 szintén Jászkíséren egy únyilas militáris szervezet katonai jellegű toborzást tart, ahol a honvédelmi miniszter a parlamenti képviselő. Hogy itt most, ma egy egész ország fekszik le a szélső jobbos tendenciának. Mert most innen, hazafelé menet például, mikor már nem véd bennünket a rendőrség, ki tudja, hogy mi vár ránk, hiszen itt állnak körben lesbe. Szólok hiába, Szodomán rám se hallgat. Nemzetünk közszellemét megfertőző, mocsári lávvirágok új pogány nemzedékének szól. A listának lenni mindig vigasz, mindig belső megnyugvás, mert az életnek tartalmat ad. Tartalmat és értelmet. A társadalmi egyenlőségért küzdeni, a kizsákmányoltakat erre a küzdelemre felhívni és tanítani, ez a legszebb és a legértékesebb apostoli hivatás. Százszor kötelez bennünket arra, hogy elvégezzük ezekben a nehéz időkben, és hirdessük a baloldal igéit.
ide jött hozzám egy hölgy, és megkérdezte, hogy miért vagyunk ilyen kevesen. És igen, minden egyes alkalommal, amikor az utóbbi időben ilyen rendezvényeket tartottunk, körbenéztünk, és azt állapítottuk meg csendben magunkban, hogy kevesen vagyunk. És hogy nem vagyunk sokan, ennek van oka. Mi is többek között az okai vagyunk. Hagytuk rossz kompromisszumokkal az elmúlt években, hogy eljussunk idáig, hogy azt hisszük, vagy azt hittük, hogy nem kell elmennünk az ilyen rendezvényekre, nincs olyan nagy veszély, nem kell az antifasiszta mozgalmat itt erősíteni, elfogytunk azok, akik az ilyen rendezvényeket fontosnak tartják, elfogytunk abból a szempontból, hogy kevesen vagyunk, akik föl akarjuk, vagy felemelik a hangunkat. Pedig mindannyian tudjuk, hogy olyan hatalom készül ma itt Magyarországon, amely mondjuk legalábbis örül annak, hogy a Nobel-díjas írónkat Imre Kertésznek hívják. Olyan hatalom készül itt Magyarországon, amelyiknek tetszik, hogyha embereket, bennünket fel akarnak lógatni az Andrássy út fájra, vagy a Kossuth téri Poznákra. És nekünk nincs hangunk velük szemben, nincs erőnk velük szemben, sőt, nagyon-nagyon gyengék, vékonyka hangon tudunk szólni. De vigyázzunk, mert tényleg olyan hatalom készül most Magyarországon, amely azt az első szót onnan, amit látunk, azt le fogja takarni. És azt fogja mondani, hogy nincs párbeszéd. Most kevesen vagyunk, és nekünk keveseknek kell megtenni azt, hogy tovább visszük, hogy legyen párbeszéd. Elveszítjük a párbeszéd esélyét, ha nem vigyázunk. Örülök, hogy legalább ennyien itt voltak. Köszönöm szépen. Koncert. Kérem, hogy maradjanak, illetve a forró teát fogyasztják. Attila, legyen.